Magyarországi Keresztény Értelmiségiek Szövetsége jelenleg Magyarországon a legnagyobb keresztény civil szervezet, országos kitekintésű egyesület, helyi csoportokkal, 73 helyi csoportja van, és több mint 3000 tagja. Alapvető célja a késznek, Keresztény Értelmiségiek Szövetségének az evangelizáció és alapvető hivatása egyben, a krisztusi tanítások megjelenítése a mindennapokban, az élet valamennyi területén, és mindezt a tevékenységünket természetesen nem valamelyik felekezethez kötve, hanem ökumenikus szellemben végezzük. A kész ennek megfelelően szervez előadásokat, konferenciákat, kongresszusokat, zarándoklatokat, és még nagyon sok más civil kulturális rendezvényt is, de mindennek a szellemisége, az alapja, a szellemiségi alapja a kereszténység kell, hogy legyen. Létrehoztunk egy alapítványt. Az alapítvány neve Kárpát-Berencei Magyarság Evangelizációért Alapítvány, rövid nevén KAMME Alapítvány, aminek kifejezetten a Kárpát-medencei, tehát a mai magyar határokon kívüli területek magyarságával való kapcsolattartás, a hasonló civil szervezetek és szerveződésekkel való szorosabb együttműködés, és az ő látóterünkbe eső művészek, kulturális szakértők támogatása, illetve bármilyen kulturális tevékenység támogatása a határon túli régiókban. Ennek az alapítványnak volt az elmúlt évben, az alapítvány szervezésében egy kifejezetten keresztény szellemiségű alkotásokra irányuló alkotótábora, amiben hála Istennek egy kárpát-aljai festőművész is részt tudott venni, és ennek az alkotótábornak az alkotásaiból több kiállítást rendeztünk már Magyarországon. Először Budapesten, a Józsa Judit Galériában, és később kibővítettük ezt, és további anyagokat kértünk a kárpát-medencei alkotóművészetekről, nem csak festőktől, hanem mindenféle alkotóművésztől, és egy vándorkiállítás keretében most éppen ez az anyag Székesfehérváron van. Annyit el tudok mondani kárpátaljaiak érdeklődését is felkeltve, hogy április hónapban a hónap valamelyik részében 2-3 hétig Debrecenben lesz ez az anyag, azt követően pedig Nyíregyházán. Úgy gondolom, hogy ez már egy belátható távolság, és akit érdekel, azt szívesen látjuk, hogy megnézze ezeket a műveket. Egy másik része szintén az alkotóművészekhez kapcsolódik, meg az egyáltalán a szervezet építéséhez, az együttműködéshez, hogy a határon túli partnereinkkel, akikkel elmúlt év novemberében Debrecenben írtuk alá az együttműködési megállapodást, többek között ugye a Beregszászi Keresztény Értelmiségiek Szövetségével is, az ő általuk szervezett rendezvényeket bizonyos mértékig támogatni tudjuk. Nyilván a partner szervezeteink határozzák meg, hogy milyen rendezvényt akarnak csinálni, mi illik bele az ő éves munkatervükbe, beadják az igényüket, és akkor megbeszéljük, hogy melyik az, amelyiknél ők támogatásra tartanak igényt. Bízunk benne, hogy a magyar kormány továbbra is segíteni fogja ezt a tevékenységünket, és tudjuk ebben az évben és az elkövetkező években is folytatni. Már most nyugodtan merem mondani azt, hogy amennyiben ez a támogatás megvan, akkor ebben az évben is szervezünk alkotóművészek számára alkotótábort, vagy fotósok számára fotós pályázatot, tehát igyekszünk minél több szálon kapcsolódni a határon túlrekedt magyar honfitársainkhoz, hiszen mi
száz év ide vagy oda, mi mindig a Kárpát-medencében gondolkozunk, és a Magyar Egységen igyekszünk elősegíteni a Magyar Egységet a keresztény elérhető csatornáinkon.